Hello. S. A. News. Turóczi Richardal. A legfőbb hír ezúttal az, hogy megvannak a tavalyi népszámlálás előzetes adatai, és a KSH volt olyan kedves, és a nagy érdemű elé tárta azt, amit eddig is tudtunk, csak nem sejtettünk. Mi szerint egyre kevesebb és egyre idősebb ember él Magyarországon, és ezt most már nem papíralapú adatgyűjtésből tudták meg, de a lényeg nem ez, hanem az, hogy mi a tendencia. És nem, a tendencia az nem egy új divatos lánynév, amit azok adnak, akik a TikTokon szocializálódtak, hanem az irányról van szó, hogy Magyarország előre megy vagy hátra. Ez az, amit nem tudtunk. Na és akkor. Először is intézkedéseket kell foganatosítani abból a célból, hogy felvilágosítsuk az egybegyűlteket a tényállásokról, a tényállások pedig a következők. 1. A népszámlálás nem az állampolgárokat számolja meg, hiszen a születéseket és a halálokat jelentik. A belügyminisztériumból jól látni, hogy hány magyar állampolgár van még egyáltalán életben, mármint a határokon kívül és belül. A népszámlálás tehát a Magyarországon élő embereket számolja meg, függetlenül azok állampolgárságától. Ezt most idézem. Minden magyar állampolgár, aki az ország területén életvitelszerűen él, vagy ha külföldön van, akkor csak átmenetileg 12 hónapnál rövidebb ideig tartózkodik ott, és minden külföldi állampolgár és hontalan személy, aki az ország területén 3 hónapnál hosszabb ideig tartózkodik. 2. Emellett nem csak megszámolja őket, hanem mindenféle dolgot megtud róluk, hogy például miben hisznek, milyen végzettségük van, mekkora házuk van. Van-e a kecón belül WC, vagy ki kell menni a kertbe egy fabódé közepén ásott gödörhöz? Ez még később fontos lesz, már mint a WC egy másik hírnél. Most, hogy ezt tisztáztuk, jöjjenek a számok. Magyarországon 9.604.000 fő él, sajnos ezres alá nem mentek, pedig nem mindegy, hogy 4.999 a vége, vagy kereken 4.000, ha már népszámlálás legyen pontos. Ebből 4.991.000 nő, 4.613.000 pedig férfi. Szerencsére itt még harmadik nem nincs, és a bizonytalanok sem érnek kettőt. 1.407.014 év alatti van, 15 és 64 év közötti 6.201.000, és 65 pluszosból 1.995.000 fő él Magyarországon. A lakásállományra mindjárt kitérek, de előbb Magyarország összes vármegyében csökkent a lakosság száma, kivéve Pest vármegyét és Győr-Moson-Sopron vármegyét, előbbinél 10, utóbbinál 4,4%-os a növekedés. Ez örömtelinek hangzik, csak hát mindjárt Békésben 12,6%-kal kevesebben élnek, a legkevesebben pedig Nógrád vármegyében élnek, ahol 183.000 ember él összesen. De ez még mind semmi, mert a legkisebb népsűrűség Magyarországon Somogy vármegyében van, ott 48 fő per négyzetkilométer. 48? Akkora területen. Somogy tulajdonképpen a magyarok Szibériája, bárki el tud bújni, soha senki nem fogja megtalálni, mert nem jön szembe senki soha. Lehetne az ürességre az új kifejezés az, hogy somogyi. Ha például alkoholmentes sört akarnék gyártani, biztos, hogy azt a nevet választanám neki, hogy somogyi sör. Vagy miért nem jöttél ki az Exceddel? Olyan somogyi a lelke. Na és akkor a lakások. Ugyebár a középosztálybeli városi magyar ifjúság, illetve a Reddit Elhangeri nevű szábjának nedves álma az önálló ingatlan birtoklása, és erre mindenféle lehetőségük meg lenne, mert hogy Magyarországon egyre több a lakás vagy ház, és sok közülük nevetségesen olcsó. A lakás és a ház közötti fogalmi zavart úgy lehetett volna feloldani a Nemzet KSH-jánál, ha a lakhatásra alkalmas ingatlannak hívják ezeket, de most már mindegy. Ők a lakásállomány kifejezést választották sajnálatos módon. Mindegy, minek hívjuk, ez csak egyre nő. Tehát ez előre megy, nem hátra. Kivéve megint Békés megyét, mert ott csökkent. A Békés megyeiek addig-addig mennek hátra, hogy egyszer már csak Romániában találják magukat. Mondjuk Románia hozzájuk közeleső fele előrébb van, mint ők, szóval csábító lehet ez igaz. Somogyban viszont, ahol nem lakik jószerivel senki, 10%-kal nőtt az ingatlanok száma, de ne keressünk összeférhetetlenséget ott, ahol nincs. Van viszont helyette egy balatoni déli part, amiben az a szép egyedül, hogy onnan látni az északit. Felmerül a kérdés, hogy ha így nő az ingatlanok száma, akkor miért nem tud a szegény magyar ifjúság saját tulajdonú ingatlanba költözni? Mi lesz a magyar IT-sokkal, az ellenzéki hebületű magyar redditorokkal és mindazokkal, akik Svédországban vagy Hollandiában szeretnének élni úgy, hogy nem költöznek oda? Az ő lakás problémáik oka az, hogy az ingatlanok több mint fele vidéki városban vagy falumban Magyarországon. Ők viszont Budapesten, de minimum Győrben szeretnének lakni, hogy legyen mindenféle házhozszállítás, lehessen sétálni, legyenek jók a programok, csak sok köcsög nélkül, ugye? És közel legyen egy nagy repülőtér. És nem értik, hogy ezek pont olyan tulajdonságok, amelyek miatt egy ingatlan annyira drága lesz, hogy ezt már ők nem tudják megfizetni. Ugyanis két elméletileg ugyanolyan ingatlan közül az a másik sokszorosát éri, amelyik környékén mindenféle szolgáltatás meg lehetőség van. Ez nem a féle társadalmi igazságtalanság,
hanem piac. Azért kerül valami sokkal többe, mert jobb. Ugyanezért nem tud egy Bordeaux melletti kis településen született francia fiatal sem beköltözni Bordeauxba, pláne nem Párizsba, mivel nem oda született. Hiszen a szüleinek az ingatlana kevesebbet ért, mint azoké, akik Bordeauxba vagy Párizsba születtek. A szüleinek, vagy a nagyszüleinek, vagy a dédszüleinek a döntése okozta azt, hogy ők milyen helyzetet örököltek. És ez így volt 30 évvel ezelőtt is. Magyarországon nagyszerű lehetőségek vannak, például Nógrád megyében, ami ráadásul nagyon közel van Budapesthez, mégse lakik ott szinte senki. Jó, hát azért nem egy Somogy megye, pedig az is szép, és mindjárt 150-200 ezer forint az átlagos négyzetméter ár, nem pedig olyan 1 millió, mint Budapesten. És ugye ott laknak a legkevesebben, szám szerint, ahogy már említettem, antiszocialisoknak ideális. Ebben a 9.604.000 főben nagyon sok a külföldi, csak még nem tudjuk pontosan a számokat, mert ugye ez még csak egy előzetes eredmény, de a Magyarországra települt libanoni fegyverkereskedők, kínai üzletemberek, kolumbiai drogbárók, orosz befektetők, amerikai civil szervezők és ukrán vendégmunkások bizonyára egész jól ellensúlyozzák azt a közel 500 ezer magyar állampolgárt, aki külföldön él, esetleg már oda is született. Mondjuk azt sem tudjuk, hogy visszaadták-e a lakcímkártyát és a tajszámot, vagy sutyiba hazajárnak ingyen fogászatra meg receptet feliratni. Mert akkor beleszámítanak. Union, ukrán hírügynökség. Az Európai Unió a teljes körű háború évfordulóján megtiltja a WC-szállítást Oroszországnak. Az új 10. szankciós csomagban megtiltották az európai WC-csészék, mosdókajlók és szaniterhárok exportját Oroszországba. Nagy ötlet. Mert ugye, egy WC bármikor átalakítható, igazi biológiai tömegpusztító fegyverré, és a szankciók célja nem más, mint a béke, a háború lezárása, hogy a mocskos fújja belem jön ki agresszor, amelyik megtámadt egy békés amerikai és európai kolóniát, felfüggessze a békétlenséget. De most megkapják a magukét. Ez aztán évtizedekre visszaveti az orosz technológiai fejlettséget. Kivéve, ha megismerik a török, a kazah, a brazil, az indiai, az indonéz, vagy éppen a mexikói szaniterárukat, aztán elgondolkoznak azon, hogy miért fizetek ugyanezért sokkal többet csak azért, mert európai volt. Esetleg hirtelen nagyon jó minőségben kezdenek gyártani annyira bonyolult és high-tech termékeket, mint egy WC-csésze. Apró észrevétel, hogy például az olasz, meg a spanyol vidéket és komplett fürdőszobai rendszereket készítő vállalkozások, amik hatalmas mennyiséget exportálnak Oroszországba, most majd kirúgnak alkalmazottakat. Esetleg csődbe mennek. De az ember életnél nincs fontosabb. Hogy kilecsesse megint a népelnyomó, kizsákmányoló, hazug, mocskos imperialistákkal? Mondjuk ezt a szöveget, mintha éppen a szovjetek nyomták volna 40 évvel ezelőtt. Változnak az idők. Nekem semmi bajom a mai WC-csészékkel. Hát önnek, uram? A WC-kkel semmi. Csak az ilyen ganajtúrókkal, mint ti vagytok. Felettébb durva és antiszociális. Mi ez? Tartósított hegyi levegő? Hát nem egészen. Nem akarja felpróbálni ezt. Kötözzétek meg! Kyoro, a japán H3 rakéta kilövése megszakadt, miután hibát észleltek. Megadta magát a japán rakéta technológia, szerintem most értünk a világ végére. Az, hogy nincs sikeres japán okostelefon, az már egy súlyos jel volt. Hogy a legkelendőbb autó Magyarországon nem egy Suzuki, hanem egy Roman Dacia, az szintén beszédes volt. Azt is felismerhettük, hogy koreai könnyű zenei formációk igazzák le Európát és Észak-Amerikát, nem pedig japánok. Szóval voltak jelek, de sajnos most már a japán űrtechnológiában sem lehet megbízni. Ha nem sokára a MÁV vonatai pontosabbak lesznek, mint a Shinkansen, akkor elkezdhetnék végre befogadni a csinos fiatal japán menekült lányokat. A japán ügynökség a cikit egész jól kezeli, nem követett el még senki szepukkut vagy harakirit, de egy kicsit odébb a víz túlpartján Észak-Koreában egy ilyenért biztos, hogy rákötöznék a rakétára a felelősöket, hogy akkor, majd amikor működni fog a rakéta, kirepüljenek a kozmoszba. Al-Mayedin. Az iszlám állam felvaróját viselő ukrán katonát mutatott a Dán TV. Én eredetileg Syrian Girl Twitch-jéből értesültem erről, aztán több forrás után kutatva megtaláltam a dán közmédia híradóját, amelyben éppen a NATO által nyújtandó segítséget taglalták, és ahogy mindjárt látni lehet, viselik a valójában se nem iszlám, se nem állam. Ezért arabul gyakran csak Daesh-nek hívott valami felvaróját. Aztán később az AP és más források fotóin és videóin is látni lehet ilyen ruhákban császkálókat.
Az Alma Edineről így ír, idézem. Az orosz külföldi hírszerző szolgálatoktól kapott jelentés szerint az amerikai hadsereg aktívan toboroz fegyvereseket a Daeshez és az Al-Qaidához kapcsolódó dzsihadista csoportoktól, hogy terrortámadásokat hajtsanak végre Oroszországban. A hírszerző ügynökség azt is közölte, hogy az Egyesült Államok 60 fegyverest fogadott fel, miután kiképzésben részesültek a szíriai Al-Tanf bázison, azzal a szándékkal, hogy a fák országokba küldjék őket, hogy ott magasrangú diplomatákat és biztonsági tisztviselőket támadjanak meg. Az SVR szerint tehát az USA a se nem iszlám, se nem állam tagjai toborozza, hogy zsoldosként lépjenek fel Ukrajnában, szabotást kövessenek el, vagy harcoljanak az oroszok ellen. Hozzátették, hogy 2022 áprilisában az amerikai hírszerző szolgálatok részvételében mintegy 60, 20 és 25 év közötti ilyen harcos szabadult a szíriai kurdok által ellenőrzött börtönökből, akik harci kiképzésen vettek részt, hogy később Ukrajna területére szállítsák őket. Ezt ugye egy orosz titkosszolgálati szerv közölte, tehát merő dezinformáció, propaganda, fake news. Jó. Van a másik lehetőség, hogy itt valójában merő jó szándékból kaptak véletlenül ilyen ruhát a videókon és fotókon szereplő ukrán oldalon harcolók. Valakik segítségként küldték azokat, de akkor ugye felmerül a kérdés, már az én egyszerű szintemen, hogy miért nem tűnt fel senkinek, sem a raktárban, sem a szállítás előtt, sem alatt, sem után, sem a katonáknak, amikor felvették ezeket a ruhákat, sem az operatőrnek, sem a vágónak, sem az adásrendezőnek, sem annak, aki kitette a tévé meg a hírügynökség honlapjaira. Hogy ez itt ugye olyan valami lehet, amit a csúnya orosz hazug propaganda, majd az igazság és a jó, a demokrácia meg a jogállam győzelme ellen felhasználhat az indorító propaganda céljaira. És mivel ennyi véletlen azért csak nincs, van egy sokkal ijesztőbb válasz is mindenre. Akik szeretik a történelmet, vagy kicsit idősebbek, emlékezhetnek arra, hogy Osama Bin Laden is éppen a szovjetek ellen harcolt Afganisztánban amerikai segítséggel, sőt, Saddam Hussein is támogatta az Egyesült Államok Irán ellen, és így tovább, és így tovább. Véletlenül éppen az orosz hadsereg volt az, ami érdemben le tudott számolni a se nem iszlám, se nem állammal, akiknek a vezetői mind amerikai börtönökből szabadultak annak idején. Ha ez az ijesztő válasz az igaz, amire én most gondolok, akkor ez egy kicsit durva. Financial Times. A Pentagon top Kína felelőse Tájvánra látogat. Mert szereti a veszélyt, gondolom azért. A problémám az, hogy minket is veszélybe sodor, mint Pelosi nagyságos asszony múltkor. Főhősünk Michael Chase éppen Mongóliában tartózkodik, hogy megbeszéléseket folytasson a mongol hadsereg illetékeseivel, pedig ők sosem voltak híresek a nyugat barátságukról. Ugyebár Kína úgy áll mindehez, hogy Tájvánt az országa részének tekinti. Oda tehát akkor mehet be egy másik ország vezető tisztségviselője, hogy a Kína megengedi neki. Ha a Kína nem engedi meg és bemegy, akkor lelőheti. Ugyebár felmerül a kérdés, hogy mi a különbség a Krím és Tájván között, vagyis hogyha Ukrajna a Krímet a saját részének tekinti, ahogy Kína Tájvánt, akkor miért mehet be Krímbe akármilyen orosz vagy bármilyen más tisztségviselő, Ukrajna engedélye nélkül, Kínába meg ugye nem lenne jó, hogyha bemenne bárki, mármint Tájvánra, amit Kína részének tekint. Azért nem, mert ahogyan az emberek, úgy az országok sem egyenlőek a valóságban. A jog szerint csodálatos dolog, hogy az élet szép, és hogy erőse hiszünk benne, megfogjuk egymás kezét, akkor egy pillanatra el is hihetjük mindezt. Biztos nagy élmény lehet. De azért, hogyha Kína akad ki valamin, az picit fájdalmasabb, mint hogyha Ukrajna. Nem mindegy, hogy egy klasszika filológus, vagy egy profi boxoló az, akit sikerül felidegesítened. A perrel el lehet szórakozni sokáig, el lehet járogatni bíróságokra, már amennyiben meg kell egyáltalán jelenni, esetleg fizetni is kell valamit, de hogyha ezzel szemben ott mentem megölhetnek, vagy nyomorékra verhetnek, az picit nagyobb visszatartó erő, mint a pereskedés lehetősége. Fox News. A Fehérház orvosa szerint Biden alkalmas az elnöki szolgálatra, egészséges, életerős, 80 éves. Ezt a papírost függesztették ki virtuálisan az amerikai állampolgárok elé, a főni egészségügyi állapotáról. Ahogy a Telegram csatornámon írtam, amire egyébként ezúton is sok szeretettel meginvitálnék minden kedves érdeklődőt, szóval erre azt írtam, hogy én meg 2 méter 20 centi vagyok. És ez csak a magasságom. Most irattam meg erről az igazolást a rendkívüli orvos szakértőmmel. Erre írta RK, hogy az az igazság, hogy mindig ülsz, amikor a nyúf csinálod, még akár igaz is lehet. Nem vagyok 2 méter 20 centi, de bármikor szerezhetek ilyen szakvéleményt. Ahogy az előző hírnél elmondtam, a perrel el lehet szórakozni sokáig, mert az egy elméleti játék, aminek ugyan később lehet gyakorlati következménye, majd valamikor. De a fizikai valóságban a dolgoknak azonnali tétje van. Főleg akkor, hogyha az ember láthatóan nincs jó állapotban.
És mi történik, hogyha meghal egy hivatalban lévő amerikai elnök? Volt már erre példa. Az alelnök lép a helyére. Egy olyan ember, akit sosem választanának meg az amerikaiak elnöknek. Zirksz Télő. Szemkettős pont. Az elkobzott járműveket átadják Ukrajnának. Lettországban meghozták a nagy döntést a Szentben, a parlamentben. Ha például ittesen vezettél és olyan mértékben, hogy a helyi törvények szerint elkobozhatják az autódat, akkor bizony már útnak is indul Ukrajnába. Innentől idézném Raimond Bergmanist, a lett védelmi belügyi és korrupció megelőzési bizottság nagy tudású elnökét. Jelenleg az ittas vezetőktől elkobzott és így már állami tulajdonú járműveket értékesíteni, újrahasznosításra leadva vagy alkatrésznek való szétszereléssel tudjuk értékesíteni, de úgy látjuk, hogy a jelenlegi körülmények között hasznos segítséget jelenthetnének az embereknek Ukrajnában. Szerintem itt már mindenkinek elment a józan esze. Van valami az államnak, amire nincs szüksége, büntetés részeként szerezte meg, és ahelyett, hogy pénzért eladná, és így az állam gazdagabb lett, szóval ehelyett odaadják Ukrajnának. Nem akarjátok esetleg szétszedni a szemépületét? Téglából most úgyis ilyen van Ukrajnában, igazán odaadhatnátok. Meg akkor már az iskolákat, múzeumokat. A múzeumokból azért előbb adjátok el a festményeket és a szobrokat, és ezt a pénzt is utaljátok el Ukrajnának. A halat, amit kifogtok, az is menjen egyből oda. Esetleg kicsavarhatnátok az égőket az utcai lámpákból, és azokat is odaadhatnátok. Szabadság nélkül minek a fény, ugye? Meg akkor már bontsátok le az erőműveiteket is, és azokat is küldjétek el nekik. Ne vegyetek fel fizetést, ne osszatok segélyt. Segélyt az Európai Unióban. Hát sokkal nagyobb szükség van a segélyre az ukránoknak, mint a letteknek. De mit beszélek, az összes lett férfi és nő felvetni az egyenruhát, és mehetne Ukrajnába harcolni. Bár lenne itt még egy sokkal-sokkal egyszerűbb megoldás. Vonjuk le az EU zászlót mindannyian, és húzzuk fel helyette az ukránt. A színek úgyis ugyanazok. És hirdessük ki, hogy ez az egész ezentúl Ukrajna. És akkor majd hogy fog örülni mindenki, amikor jönnek az oroszok, hogy ugye megmondtuk, hogy ezek ide fognak jönni, ezek nem állnak meg ott, hogy egy perc nyugta nem lett az oroszok nélkül az embernek. Interfax. Az amerikai Viatrice cég felfüggesztette a Viagra tabletták oroszországi szállítását. Ez ám a büntetés. Gondolom ült ott valaki Amerikában, és azon gondolkozott, hogy mit kellene még elvonni az oroszoktól, hogy végre ne maradjanak állva. És hát a Viagra tök logikusnak tűnt. Ennél már csak az a jobb, hogy tavaly alig kezdődött el ez a cícó, már ott tartottak Európa szerte, hogy nem adtak el európai gyógyszereket Oroszországnak. Sőt, orosz állampolgárok sem kezeltethették magukat az EU-ban. Mert ugye ők mind a háborút támogatják, gondolom. Ja. Főleg a rákos orosz gyerekek, akiknek a kezelését Németország az első között szüntette meg. Mert ugye ők mind Putyinra szavaztak, és gyógyulás esetén nyilván azonnal kalasnyikovba rohannának a szabadság ellen harcolni. Elfoglalni Kijevet vagy Berlint, gondolom. Ja. Amikor a jó emberség, a humanizmus, az emberi élet szentsége összekeveredik, és így áthatja a levegőt, akkor mindig hány ingerem lesz. Euronews. Spanyolországban törvényt fogadtak el, amely lehetővé teszi a nemek szabad megváltoztatását 16 éves kortól. Nagyon jó. Szavazni még? Nem tud egy választáson Spanyolországban, az túl komoly dolog, az túl éretlen, és alkoholt sem vehet meg, cigit sem, de a nemét azt megváltoztathatja kedvére, akár évente is lecserélheti, mint a telefonját. Most ez a menő, ehhez van kedvem, ez lesz. Gyökerek. ABC News. Szeparatista lázadók túszul ejtettek egy új-zélandi pilótát Pápuán. A lázadók azt állítják, hogy felgyújtottak egy 6 embert szállító kis repülőgépet, miután leszállt egy távoli repülőtéren Indonézia Pápua tartományában, és túszul ejtették a pilótáját egy új-zélandi állampolgárt. A fotókor az új-zélandi pilóta pont úgy néz ki, mint aki nagyon túszul lett ejtve, annyira kétségbe esett a spanokkal, hogy már rohannék is mentőegységet küldeni érte, nehogy valami baja essem. Hát azért valakiket már elküldtek. Ha olyan arcokat, mint akik túszul ejtették az új-zélandit, akkor tippem szerint érkezés után megisznak, vagy elszívnak valamit, aztán elfelejtik, hogy miért jöttek. Xinhua. Kína szankciói az amerikai fegyverkereskedőkkel szemben csak normál bűnüldözési intézkedések. Valójában Kína szankciókat vetett ki a Lockheed Martin és a Raytheon amerikai fegyvergyártókra a tajvani fegyverelatások miatt. A cégek szerepelnek a megbízhatatlan szervezetek listáján, ezért tilos Kínából eladni nekik valamit. Én már várom, mikor jutunk el odáig, hogy Amerikának a kínaiak megtiltják, hogy iPhone-t, iPad-et, okostévét, gőzölős vasalót és tulajdonképpen mindent importálni tudjanak Kínából, és akkor az amerikaiak, miután bezárják a nagyobb gyáraikat Kínában, a cuccokat úgy kezdik el vásárolgatni, mint az oroszok. Majd Indiából, meg Európából megveszik azt,
csak picit drágábban. Hát aztán addig jár Európa is a kútra, amíg köcsög nem lesz belőle. Ez a mondás nem így van. CNN. Az Egyesült Államok egyre nagyobb aggodalmát fejezi ki az orosz-kínai partnerség miatt az ukrajnai háborúban, mondta a külügyminiszter helyettes. Borzasztó lehet ilyen lassú felfogásúnak lenni. Ülsz ott Amerikában, ránézel egy térképre, és elkezdett keresni a világ többi részét, mert az amerikai államokon kívül nem sok mindent tanítottak meg neked földrajzból. Amit ezen kívül tudsz, azt is csak azért tudod, mert betűzési versenyeken vettél részt. Bár azt a szót, hogy France, mindig elrontottad, mert nem értetted, hogy minek kell a végén az e betű, ami ott i. Tehát a néma akkor minek? Hát azért, mert franciák. A franciák gyökerek, konstatáltad, az oroszok meg kommunisták, a németek nácik, a többiek meg nem érdekesek. Ja, van Kína is, ami egy csóró gyár. Aztán felnőttél, és döntéshozó lett belőled. És mivel nem érted a világot, nagyon haragszol is rá, hogy miért fog össze ellened, ha te vagy a középpont, ők meg a világ többi része. Kellemetlen lehet. Mondjuk a szakik azt szokták mondani, hogy a gyógyuláshoz vezető úton az első lépés, a felismerés és a valóság elfogadása. The Guardian. Egy német javaslat, miszerint a munkaerőhiány miatt az angol legyen a második hivatalos nyelv. A német liberális FDP politikusa szerint a képzett külföldi munkavállalókat elriaszthatja a német bürokrácia és a német nyelv. Szeretnének hát egy kártyát, aminek az lenne a lényege, hogy a Németországban munkába állók akkor is megfelelhessenek a velük szemben támasztott követelményeknek, hogyha még nem beszélnek folyékonyan németül. Mondta ezt Johannes Vogel. Én jártam ám néhány magyarországi idegenrendészeti intézményben, és az egyikben azt tapasztaltam néhány évvel ezelőtt, hogy a sorban álló ukrán, szudáni és mongol fiatalok angolul szorítgatták a magyar ügyintézőket, ám néhányan közülük semmilyen idegen nyelven nem beszéltek. Az idegenrendészetem. Hogy utána máshol az élet más területein egy már itt maradó külföldi hogyan intézi a dolgait? Pénzért felfogad valakit, aki tud magyarul, vagy megtanul magyarul önmaga, mert ez már az ő baja, hogy az idegenrendészeten nem tud annyit megkérdezni, hogy meddig kell még sorban állni, sorra kerülem ma még, az tényleg kafkai. Ami a német javaslatot illeti, most megvilágosodtam, és visszavonnám azt, amit a lettek okán javasoltam az EU-nak. Ne az ukrán zászlót húzzák fel. Húzzák fel a németek is az amerikai zászlót. Úgyis az a cél, az a nagy álom. Nőjön össze az EU és az USA. Létrejöhetne belőle az USA-e, ami kötőjellel kapna egy magyaros bájt, bevezethetnénk az eurodollárt, aztán kedvére élősködhetne az amerikai-európai együttállás a világ többi részén. Kezében a szabadság és a jogállam lángjával. Swiss Info. A svájci kormány megtagadja az orosz vagyon elkobzását. A svájci kormány úgy gondolja, hogy az orosz magánvagyon elkobzása aláásná a svájci alkotmányt és az uralkodó jogrendet. Szóval egy jó hír a végére, maradsz még Európában olyan ország, ahol a törvényeket és a jogállamat komolyan veszik. Mondjuk nem is tagja sem az EU-nak, sem a NATO-nak. Ez volt a News Turoci Richardal. Ne filiujcitek el filiratkozni. Van hoza egy csengő is. Telegram t.mi/turociRichard. Instagram Richard Turoci. TikTok Richard.turoci. Mara eni. Ča!